Különleges kések és bicskák az Ibrányi Városligetben. Az Ibrányi Bicskások legendáját megidézve szervezték meg második alkalommal az Irány Ibrány című egésznapos programot. A rendezvényen kiváló mesterek mutatták be míves sportékáikat. Kevesen tudják, de Ibránynak van egy bicskás hagyománya is. A századfordulón ott egy ilyen falucsúfoló utikalóz így számol be Ibrányról, illetve a szomszédos kis falvakról, hogy akit Kótajban meg nem lopnak, Ibrányban meg nem szúrnak, halázban el nem szeretnek, vagy bujon el nem temetnek, az kimehet a világból. Úgyhogy ezt a fajta régi legendás ibrányi bicskásokat próbáljuk megidézni, amikor az ország legnevesebb, leghíresebb bicska és kézkészítő mestereit hívtuk meg, és nagy örömünk el is jöttek, több mint 20-an állítanak most ki itt Ibrányban. És ezek nem csak láthatóak, hanem meg is vásárolhatóak ezek a termékek, ezek az alkotások. Forró volt a hangulat a Kovács Mesterek portáján is. Itt éppen szerencsepatkó készült. A találkozón a térség legjobb mesterei mutatták be különleges tudásukat. Talán annyiban változott, hogy már sajnos nincs annyi inas, nincs annyi segéd, a fiatalokat annyira nem lehet megszólítani, mert azért ez egy kemény dolog, itt azért izzadunk a tűz mellett, és leginkább gépesedett a történet, és gyakorlatilag az emberi erőt próbáljuk gépekkel kiváltani. Ennyiben változott, maga az alaptechnika, az alapmunkák, az alapműveletek azok ugyanazok. A rendezvényen a térség országgyűlési képviselője elmondta, Ibrány járásközponthoz méltó módon szervezik kulturális eseményeit. A hagyományokból táplálkozunk, és itt Ibrányban felismerték, hogy érdemes a hagyományokat ápolni, őrizni és továbbadni a következő generációknak. Ez az Irány Ibrány című rendezvény az itteni értékekre akar alapozni, az identitástudatot, a helyi identitástudatot, a lokálpatriotizmust akarja erősíteni, és én azt gondolom, hogy Ibrányhoz kapcsolódnak a bicska kiállítások, a bicska vásárok, nagyon színvonalas most is. Aztán vannak itt fegyverkovácsok, dísz- és fegyverkovácsok, akik bemutató kovácsolást tartanak, és emellett más közösségi programok is, úgy, ahogy egy járásközponttól kell. Baracsi Endre, a Vármegyei Közgyűlés alelnöke a közösségépítés fontosságáról is beszélt. Ibrány egy nagyon értékes város, és az értékeket, hogyha már itt szóba hoztuk, akkor nem csak a hagyományokra gondolok, hanem azért a közösségre, aki élteti ezt a települést. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szempontjából is, hiszen mi nagyon sokat dolgozunk azért, hogy azt az identitást, amely a szülőföldhöz kötődő ragaszkodást jelenti, vagy éppen a helyi közösségekben megjelenő potenciált, azt minden településen igyekszünk erősíteni. Jó pár programot megvalósítottunk erre, és Ibrány ebben mindig partner volt. És pontosan azért, mert itt is működik egy olyan kovász, a településnek egy olyan közösségi élet zajlik, amely akár sportrendezvényekre, hiszen itt azért kerékpár versenyek is évről évre valósulnak meg, vagy éppen pont a mai rendezvényen, az Irány Ibrány rendezvényen is abszolút kézzelfogható, hiszen itt baráti, családi közösségek éltetik és működtetik ezt a rendezvényt is, természetesen a polgármesterek szervezésével, a polgármesteri hivatal szervezésében. A rendezvény díszvendége volt Mónus József, világrekorder távlövő íjász, aki a Városligeti tó felett is átlőtte nyilait. A tó picivel többször, mint 100 méter, vagy 110 méter, tehát ez igen pici tó, pont az a határ, ahol már tudsz lőni, mert általában évben szoktam ezeket a harci nyilvesszőket kilőni, fütyülős nyilvesszővel. Ez azt jelenti, hogy fütyül is, de ugyanakkor a lőtáv erősen csorbul ezáltal, de minimum olyan 100 méter fölött kell lenni, hogy ívbe tudjon felülni. Ez pont alkalmas volt rá, úgyhogy egy csodálatos napon Ibrány ligetébe, városligetébe, azt gondolom rengeteg ember előtt büszkeségről, zászló becsületéről tartottam egy kis beszédet, előadást, és ezek a nyilvesszők valójában a múlt tiszteletére repültek ma. Az Irány Ibrány program sorozat egyik szervezője volt a Vándorsólyom IJász Egyesület, amelynek két tagja május végén Isztambulban versenyezhet majd a Hódító Kupája nevű világversenyen.